A Magyarország és a mindenség kapcsolatáról szeretnénk beszélni, és a történelmünk legnagyobb központjairól. Ez a könyv, édesapám könyve. Akár csak az összes többi lény, és így tulajdonképpen az emberi evolúció, azaz
mai emberi alak felé történő olyan fejlődés, aminek minden állomásán emberről van szó, és az azt jelenti, hogy nem a majomtól származik az ember, hanem magától a mindenségtől, magától attól az életformától, hogy amelyiket a mindenség a természeti erők hoztak létre, ami az életet megteremtette, illetve amelyik az életnek a földi formáját megteremtette, hiszen az is lehet, amit szintén én úgy gondolom, hogy az élet a körülmény volt, és mindig is lesz, mert ez a világegyetemnek a leglényegesebb tulajdonsága. De a Földön itt csak egy bizonyos idő óta van olyan élet, amit mi életnek nevezünk, tehát növényi, állati és emberi formában levő élet, és akkor ez azt jelenti, hogy ahogy a növények is a mindenségből származnak, és az állatok sem a növényekről származnak, hanem a mindenségből, úgy az ember nem az állatokról származik, hanem szintén közvetlenül a mindenségből, tehát ez a kifejezett mondat, ez bevilágít egy olyan kapcsolatba, ami pontosan a szkítákkal, a szkíták ösztökényekkel kapcsolatban, hogy a mindenségből származó népről van szó, a szkíta nép a mindenségből származik. Ez hogyan lehet? Ez úgy lehet, hogy az emberi válás során jött létre a szkíta magyar nép. Az emberi válás viszont 10-12 millió évre tekintett vissza. Tehát ez 10-12 millió évvel ezelőtt, ami egy külön előrelát igényelnem, hogy ezt alátámadtam, de a magyarok általában is tartottam erről egy előadást, és megtalálhatók a honlapomon is erről megjelent tanulmányok, hogy 10-12 millió évvel ezelőtt a rudabányai ember, amit rudakritikusnak neveznek, és rudamajonnak, ami azt érzékeltek, hogy ők úgy gondolják, hogy a majomtól származik az ember, de ez többszörösen hibás elképzelés. Tehát már a rudakritikus, a rudabányai ember is két lábon járt és beszélt. 10-12 millió évvel ezelőtt. Ez pedig azt jelenti, képzeljük el azt a hatalmas tudást, amit 10-12 millió év alatt fölhalmozhatott az emberiség. És ezt a hatalmas tudást eltüntették, elsüllyesztették. Az emberiség vezetése szembefordult az emberiséggel. Egy emberiség ellenes és életellenes vezetés vált az emberiség fölött uralkodóvá. És az emberiség, ez a hatalmas nagy titáni lény hagyja, hogy szúnyog vezessen. És de ez nem lehet mindig így, ez egy természetellenes helyzet. Az emberiségnek meg kell emberelnie magát a szószoros értelmében, újra emberré kell válnia, és ennek része az a folyamat, hogy a magyarok, magyarságnak, amelyik ráadásul az emberiség ősznépe, újra magyarrá kell válnia. És ez az eredet mondat, tehát a mindenség és a magyarság közötti közvetlen kapcsolatra utal. Nézzük meg az indiai szkíta eredet mondást, Csohán nevű szerzőről, ami elég magyarosan hangzik a Csohán, hogyha úgy együtt. Ez azt mondja, hogy a mindenségnek van egy még meg nem nyilvánuló formája, ami az ősi bölcsességben, az ősi tudásban még külön megkülönböztetik. A mindenség megvalósult formája és a még meg nem valósult formája. És a még meg nem valósult formája, ami elintézi magát a megvalósulást, ez Kama Tenu-nak nevezik. És a Kamatenu lányának, Nandininak mellkasából születtek a szakaszkíták. Tehát ismét csak arról van, hogy nem a majomtól, hanem a mindenségből, a mindenséget értető örök forrásból, a még meg nem nyilvánult világegyetemből, vagyis még a látható csillagvilág mögött fejlő mélyebb ősforrásból, még közvetlenebb kapcsolat átszent a mindenség és a magyarság között. Tehát ez a két különböző szkíta eredet mondta megerősíti egymást. Mind a kettőben az a központi gondolat fejeződik ki, hogy a magyarság a mindenségből ered, kozmikus, isteni erők hozták létre a magyarságot. Az emberi válás korában, tehát az emberi válás kell ahhoz jobban megértenünk, hogy a magyarságot jobban megértsük, mert az emberi válásban kozmikus erők nyilvánultak meg. Most hogyan zajlott az emberi válasz? Azt mondják, hogy az őseink hihetetlenül barbárok voltak, csak az utóbbi 2,5 millió évben jutott el a Homo sapiens odáig, hogy kövekből eszközöket hozzon létre, de az emberiségnek ma van egy rendkívül lesújtó képe a saját őseiről.
És mire alakották ezt? Nem sok tényező igazolja ezt az elképzelést, és van egy olyan tény, amit nem vettek még eddig figyelembe, pedig ez a tény észnél maradandó tény. Nem minden tény olyan, hogy anyagilag kell bizonyítani, fizikailag, fesztiváló által, bár nem árt, hogyha vannak fizikai bizonyítékok is, de vannak észnél maradandó bizonyítékok. Ezeknek meg az az előnye, hogy függetlenül attól, hogy a testi bizonyítékokat, a nyomokat eltünteti-e valaki vagy nem, ezek mindig újra és újra fölelhetők, mert ezek másfajta létmódban, nem anyagi létmódban léteznek, hanem egy olyan valóságban, amit bármikor elérhető a logikus gondolkodás révén. Például azt, hogy 2x2=4, ezt nem azzal kell igazolni, hogy fogok két könyvet, meg négy-két könyvet, és akkor egymást megérteni is azt mondom, hogy 4 könyv, hanem ez a dolog természetéből adódik, hogy itt egy matematikai feladványról van szó, és ezt matematikai logikával kell igazolni, és az elégséges bizonyíték, és ez ilyesmény maradandó, nem kell hozzá semmilyen ért, hogy a 2x2=4 igazságát belássuk. Ugyanilyen alapvető észnél maradandó bizonyíték az, amit most szeretnénk fölvetni, ami az emberi válás teljesen új ténybe helyezi, ez pedig az, hogy az emberi válás során tény és elkülönhetetlen tény, bárki bármit mond, hogy az emberi válás során az emberi öntudat kifejlődött. Ugye akkor lettünk emberek, az emberi öntudat, az önmagáról is tudó tudás akkor jelent meg az embernél, és ez azt jelenti, hogy akkor kigyulladt egy, tehát itt ez egy alapvető tény, amit azonban nem értékelnek és nem vesznek figyelembe, pedig ez fontos tény, mert ebből rengeteg sok minden logikai a következik. Az egyik az, hogy az az ember, amelyik még az öntudatra ébredés előtti ember, ugye az még a természeti lény, és most tulajdonképpen még utána is alapvetően természeti lény, de már az öntudat révén az önirányításnak egy újabb formája is megjelenik, ami hogyha nem lép ellentétbe a természetes önirányítással, akkor összhangban állhat vele, és akkor csak az segíti. Tehát az embernek van egy természetes önirányítása, és az emberi válás során a természeti tényezők irányították magát az emberi válási folyamatot. Ezek a természeti tényezők nem fizikai tényezők elsősorban, hanem elsősorban lelki tényezők. A lélek az, amelyik az anyagot formálja, a sejtek mélyén is az érzésvilág az, ami az anyagi folyamatokat irányítja, és a természet nem pusztán egy anyagcsomóknak a halmaza, ahogy azt a modern tudomány próbálja beállítani, hanem emellett, hogy a testi megnyilvánulás, az anyagi megnyilvánulás fontos, a lelki és a szellemi, a lélek és az értelem is alapvető lényegét alkotja a világegyetemnek, és ez a fogantatásunkban is megnyilvánul. Mert a fogantatásunkban is 8 millió életképes utó gyűlhet észre az anyai és az apai kromoszomák összen állításából. Sokféle életképes és még sokkal több életképes utó gyűlhet észre, de 8 millió életképes utó gyűlhet észre. És az, hogy éppen a 8 millió életképes utó közül melyik jön létre, azt a tudomány körfedette, hogy a sejtmagban megvan a külső világ modellje. És az első, a fogantatáskor és az első osztatáskor ebben a sejtmagban lezajlik egy olyan modellező folyamat, amiben a sejt modellezi a lehetséges életutakat, és kiválasztja azt, hogy 8 millió életképes utak közül melyik az, amelyik megvalósuljon. És nyilván azt választja ki, amelyik a természetnek a legjobban megfelel, és ebben nem csak anyagi testi tényezőket nem szeretnek, hanem lelki és értelmi tényezők, tehát a természet igazából kiválasztja a 8 millió lehetséges ikertestvérünk közül éppen minket választja, tehát mi tudjuk a természetet a legmagasabbra vinni, abból az induló helyzetből, ami szintén a természet adott létre. Tehát ez a természet egy olyan alkotó tényező, amely közvetlenül a fogantatásunkban is szerepet játszik, mert nem csak a fogantatásban, hanem a magzati lét során is a természet az, amelyik irányítja a magzati fejlődését, nem a társadalmi hatalmasságok, nem a pártok. És utána a megszületés után azt, hogy megtanulunk járni, megtanulunk beszélni,
az értelmünk elkezd kinyílni, szintén természeti tényezők által irányított. Tehát, hogyha az értelmünk kinyílását, a lelkünk kivét fölvilágzását, kiteljesedését, a lelki világunk, az érzésvilágunk kibontakozását, természeti tényezők irányítják, akkor a természet maga az, amelyik érzés létrehozó, érzésvilág irányító szerepet bír, tehát érzéssel és értelemmel, érzésirányítás, értelemirányítással bír. A természeti erő nem csak a fizikai hatásokat irányítják, képesek irányítani, hanem az érzésvilágunkat és a gondolatvilágunkat, legalábbis a természetes érzésvilágunkat és a természetes gondolatvilágunkat. És ez a természetes érzésvilág és természetes gondolatvilág, amit a természet maga a mindenség hajt, ezek hozzáférve azokat a sugallatokat, azokat a gondolatokat, azokat az érzéseket, amelyek összhangban állnak a természettel, vagyis a valósággal, amelyek az élet törvényét követik, vagyis azt, hogy mindent virágozzon a legmagasabb módon bontakozzon ki. És hogyha erre hallgatunk, akkor az életünk a legmagasabb módon bontakozik ki. Ráadásul a kozmikus céllal, a kozmikus értelemmel összhangban. Tehát amikor belépünk a kamaszkorba, akkor se történik más, mint az, hogy az érzési nem csak a testi érzésről van szó, hanem az érzésvilágunk és a gondolatvilágunk is rohamosan kibontakozik. Kiszélesedik a látókörünk. Föltesszük az alapkérdéseket, hogy ki vagyok én, miért élek, és mi a dolgom ezen a Földön. És ez mutatja, hogy hirtelen az egész világra kinyílik a szemünk és a lelkünk, olyan csodálatos, felemelő érzések és gondolatok születnek meg bennünk a kamaszodás folyamatától, amit csak a modern világ az, amelyik képes ezt beárnyékolni, sok és feszülté, szorongásokkal telíteni a kamaszkort, mert a kamaszkor egyébként, amikor még nem olyan volt a világ, mint ma, hogy az ember ellenes és emberiség ellenes, hanem összhangban volt az emberben élő természetes erőkkel, amik rövidítik fölfelé az életet, akkor a kamaszkor is sokkal csodálatosabban virágzott ki. Ezek a mindenség felemelő erői akadálytalanul bontakoztak ki, sőt, az egész társadalom, az egész közösség, az egész magyarság segítette ezt a kibontakozást. És ekkor, ilyenkor értetjük meg azt, hogy a kamaszkor igazából egy olyan csodálatos elemi erői folyamat, hiszen a kamaszkorban az emberben az égig élő erők nyilvánulnak meg. Ég és föld között egy csodálatos előtérben törnek ki azok a szenvedélyek, indulatok, amik a világ megváltásra is irányulnak többek között, amiben a mai világban sokszor világfájdalom lesz. De ez mutatja, hogy mindannyiunkban benne él a világ megváltás szándéka, amíg még kamaszok vagyunk, és azért az ember sohasem lépi teljesen a kamaszkorból. Tehát ilyenkor az, hogy az egész világgal összekapcsolódik az emberi lélek, ez mutatja azt, hogy az emberi lélek maga is törvényszerűen a mindenségből való, a mindenségből rögül elő. Tehát tulajdonképpen a kamaszkor nem más, mint egy rakéta a világegyetem szívéből, a világegyetem központjából, és hogyha a kamaszkor maga ilyen, és ma ezt látnánk, és így látnánk a kamaszokat, és a mi kamaszkorunkat így láttuk volna, akkor egészen másképp tudtunk volna hozzáállni azokhoz a kérdésekhez, ami a kamaszkor során a rohamos fejlődés, a rakétaszerű fejlődés korában fölmerülnek. És akkor viszont, amikor az ember volt egy olyan kamaszkor, ami nem az egyénre vonatkozik, hanem ami az egész emberiségre vonatkozik. És az egész emberiségre vonatkozó kamaszkor az emberi válaszkora. Akkor az emberiség bökült úgy, mint a rakéta, akadálytalanul, ellenállhatatlanul, mert elemi erők hajtották, még a mi kamaszkorunkhoz képest összehasonlíthatatlanul elemi erőkkel, hiszen ott még épp volt a társadalom, épp volt a természet. És a természet a mindenségnek az egyik legfontosabb lényege az, hogy a természet akadálytalanul érvényesül. Egyrészt mert elemi erő, a természeti erő elemi erő. Másrészt a világegyetemen kívül nincs semmi. És ha a világegyetemen kívül nincs semmi, akkor semmi sem tudja tékezni. Tehát, hogyha a világegyetemet hajtó ereje
az vágyakból áll, akkor a világegyetem, a mindenség maga akadálytalan vágyteljesülés. Korlátozhatatlan, mert nincs semmi, ami a világegyetemet akadályozhatná, hiszen minden, ami létezik, a világegyetem minden létező egysége. Minden létezőbe tartozik, tehát ami rajta kívül van, az nem létezik. Tehát semmi sem akadályozhatja. Tehát, hogyha magunkban fölfedezzük az akadálytalanul érvényesülő mindenség erőit, akkor a mi vágyaink is megtalálják az utat ahhoz, hogy szinte akadálytalanul érvényesüljenek, vagyis a dolgok rendje és módja szerint, ahogy ez kell, ahogy a természet szerint való, és abban a korban, amikor az emberi válás korát éltük át, akkor ezek a természeti, kozmikus, elemi erők akadálytalanul érvényesültek, amit egyszerűen a modern ember, amelyik elidegenedett önmagától nehezen tud felfogni, hogy micsoda életet éltünk akkor, és mit élünk ma. Mert hogyha elemi erő, kozmikus erő, mindenható, akadálytalan erő bontották ki az érzéseinket és a gondolatainkat, akkor ezt tudjad elképzelni, mint hogy pillanatról pillanatra a következő érzésünk és a következő gondolatunk mint egy láncreakció szerűen bomlik ki, és amikor egy láncreakció szerűen követi az egyik gondolat a másikat, létrejön egy gondolatmenet, amikor láncreakció szerűen felvédik az érzést, létrejön egy szinte zenei logika, egy törvényszerű érzés, vagyis szinte a folyamatos, a törvény erejű érzés fejlődésről van szó, és törvény erejű gondolatmenetek megszületéséről, vagyis ez, hogyha mégis érzékeltetni akarom, azt mondhatom, hogy a zsenialitás az, ami talán a legközelebb áll ehhez, hiszen a zseni az, aki teljes elméjének a teljes képességeit vel tudja kinyújtani a gondolatát, és képes megvilágítani, hogy a lehető legközelebb kerüljön a valósághoz. De akkor viszont természetszerűen, mivel maguk a mindenség erői irányították a gondolkodásunkat, ezért azonos volt, mindenség azonos volt, valóság azonos volt az érzésünk és a gondolatunk, amit éreztünk természetes érzés volt, amit gondolatunk természetes gondolat, tehát elemi erő és ellenállhatatlanul láncreakció szegre gyulladtak ki az érzéseink és a gondolataink, tehát a zsenialitásnak egy mai modern ember által nem ismert fokán élt az az emberiség, amelyik az emberi válasz korán élt. Tehát nem arról van szó, hogy egy hihetetlen barbár, és műveletlen, makogni és alig tudó alacsony emberi minőségében alacsony szintű lényről van szó, hanem fordítva. A modern ember tűnik úgy, mint aki elidegenedett, és ez az a tény, ami mutatja azt, hogy mennyire elmaradunk mi, modern ember, modern társadalomban született emberek, mennyire elmaradunk a saját életünk valódi természetadta kibontakozásának lehetőségeitől. Mert nekünk ugyanúgy lehetőségünkben állnak, főleg, hogy egy olyan társadalom vagy világban élnék, olyan nemzetben, olyan emberiségben, ahol a társadalom, a nemzet, az emberiség erői segítik ezeket a belső indítatásokat, a természetes indítatásokat, akkor tárgyakat kapna az emberiség, és hogy hova jutna, nehéz elképzelni, mert igazából egy ember nem, is sok mindenre képes. Egy egyén is sok mindenre képes. Nagy szerepet tud játszani, akár történelmi szerepet. De nem egyedül. Hanem akkor, hogyha nem egyedül van, hanem közösséget talál magának, a közösségre talál. A közösségre talál, akkor a sok embernek a lehetőségi cselekvései összeadódnak, sőt, meghatványozódnak. Minőségileg magasabb szintűvé válnak. Így tehát, hogyha végig gondolva, vagy saját életünket nem tudjuk végig gondolni, mondjuk rád évre előre vonatkoztatva, de az, hogy a közösségi együtt működésben micsoda óriási lehetőséget rejlenek, hogyha mondjuk 100 millió ember együttműködnek, vagy 10 millió ember együttműködnek közösségi távlatokban, hogy tudjuk egymást legjobban segíteni, igazából ez az alapfeladat. Minden életnek az az alapfeladata, hogyan tudjuk a lehető legcsodálatosabb életet élni. Ha ezt tekintenénk első, legfontosabb szempontnak, már pedig érdemes, hogy hogyan tudjuk kitalálni a lehető legnagyszerűbb életet élni. Igenis, azt, hogy találjuk föl, fedezzük fel, érezzük meg, látnak ki előben, próbáljuk közelebb hozni, hogy meg tudjuk látni, és ha meg tudjuk látni, talán meg is tudjuk valósítani. Ez lenne a művészeknek, a tudósoknak, és egyáltalán minden embernek ez lenne az alapfeladata,
az élet vagy a lehető legcsodálatosabb élet, mit kell tennem ahhoz, hogy a lehető legcsodálatosabb legyen az élet. És ez az, amihez igazából a közösségi élet vezet el, és ez az, ami törvényszerűen az emberiség jövője, mert nincs értelme nem olyan életet élni, ami a lehető legcsodálatosabb, hanem ami olyan, ami szinte a lehető legrosszabb az élet, amit a modern világ elér, ahova a modern világ beteszi a lábát, ott a kultúrának, üvegségnek, szinte azt lehet mondani, hogy leáldozott, elkezd, beindul a rosszadás, és nincs szinte védelem. Nekünk azt is meg kell tanulnunk, hogyan tudjuk megvédeni magunkat, hogyan tudjuk a magyarságunkat visszaszerezni, hogyan tudta a magyarságnak ugyanúgy rátelepedett a rosszasztóan nyugati kultúra, mint akárhova megy a világon, ugyanúgy elrosszasztotta, elnyugatizálta a magyarságot, ha nem is ugyanúgy, mert azért más népek rosszasztójáltak. Vegyük például a dicső és büszke francia népek. Ők nem is olyan régen még, 2000 évvel ezelőtt, még ott, vagy 2000 néhány száz évvel ezelőtt még a gallok kelták voltak, kelta nyelven beszéltek. A kelta nyelvnek ma szinte romjai vannak meg, nem is igazán tudni, hogy pontosan mi az, ami abból hiteles. És ezt és ehelyett őket latinizálták. Vagyis átmentek egy hatalmas agymosásnak. A nyelvüket is elvesztették. Tört nyelvet beszélnek. Egy olyan nyelvet, amit mesterséges társadalmi hatások, politikai ráhatás, hogy mondjam, hatalmi igények és a történelmi szörnyűségeinek a következtében fejlődött ki a nyelvük. Mi sokkal jobban jártunk, mert mi megőrizzük a saját nyelvünket. Sokkal jobban jártunk, mint a francia. Velünk nem tudtak úgy elválni. Bár ugyanannak az erők igényt formáltak rá, és hogy hogyan, arról is szó lesz. De most akkor visszatérnék az emberi válláshoz, hogy lássuk azt, hogy itt tulajdonképpen a zsenialitásnak, az általunk ismert zsenialitásnál szinte végtelenül magasabb szintű zsenialitásról van szó az emberi válás folyamatában, és ami az az emberiség, amelyik emberi vált, akkor, amikor emberi vált beszélt, tehát egy nyelven beszél, nem jött létre akkor a román nyelv, a francia nyelv és a többi nyelv, hanem egy nyelv jött létre, egységes volt az emberiség, a természeti erők egységes emberiséget hoztak létre, és hogy mi volt ez a nyelv, az ős nyelv, a természetes nyelv, az még eddig, ezt a kifejező természetes nyelv, még eddig se jutott az emberiség. Pedig nem kell hozzá különösebb kép, hanem csak egyszerűen egy kis figyelem kell végig gondolni a dolgokat, alapvető elemi ismereteket mondtam el most is, amire bárki rájöhet. És valószínűleg rá is fognak jönni mások is, mert ez benne van a dolgok logikájában, a dolgok természetében, nem lehet másképp. És hogyha az ősi emberiség az emberi válás korában a mindenség törvényeit hordozva született meg, akkor ez a nép, ez a történelmében is, ennek nyomai kellett, hogy maradjon. Az ember nem egy alantas barbár állapotból, nem a hajomtól fejlődött, és nem alantas barbár ősökből fejlődött ki, ez az ős gyalázás, amit a modern tudomány fölfog, hanem fordítva az ős tisztelet mindig is jellemzője volt elsősorban annak a népnek, amelyik a legősibb volt, és az kiták azok, akik hatalmas nagy urgánokat, hatalmas nagy halomsíkokat emeltek, a piramisokat is minden bizonnyal ők hozták létre, tehát a kőkőket ők hozták létre, amiről külön tanulom, egy 7-7-es kicsorozatot írtam, és a könyveimben például az adatok, a munkokban is szerepel ennek az összefoglalása. Kőkőket, piramisokat, halomsíkokat, urgánokat épített a kínai nép, nem csak akkor az időszámítás előtti első 1000 évben, amikor az ókori görögök ezt a nevet adták nekik, hanem már az előtt 4000 évben is kimutathatóak ugyanezek az építmények, Kárpát-medencei központtal. Tehát az ős tisztelet az annál a népnél a legerősebb, amelyiknek a amelyiknek a legnagyobb a múltja, amelyiknek a legfontosabb a múltja, amelyik a legjobban tiszteli a múltját, mert van mit tisztelnie, mert fontos, és az ősi emberiségnek, amelyik az emberi válaszban megkapta az öntudat fényét, szinte megvilágosodás terén egy magasabb tudatállapotba került, milyen jó lenne, hogyha mi is
megvilágosodás terén a magasabb tudatállapotból kíván kerülni. És akkor ez elemi erővel valósult meg, egy természetes módon. Úgyhogy az embernek a kapcsolata a mindenséggel, az az ősi emberiség, amelyiket a mindenség erői hoztak létre, a továbbra is önkeretőt tartsa azt az állapotot, amelyik ezeket a számára a legmagasabb szintű élmény, ugye, mert egy magasabb tudatállapotba kerülni, ez egy hatalmas élmény, amelyik ezt az élménynek az emlékét és ennek ezt a folyamatot magát fölén tartotta és megőrizte. Tehát az emberi válás után magát az emberi válás élménye kulcs szerepet játszott az emberiség történelmében, az emberiség ragaszkodott ehhez az élményhez, mivel ez az értelem kigyulladása volt, tehát a bölcsességhez ragaszkodott, az értelemhez ragaszkodott, tehát értelemközpontú volt az első emberiség, ami szintén egy nagy különbség a mai emberiséghez képest. És így aztán fokozatosan kell kirajzolódni előttünk annak a folyamat, amiben mivel, most a utalni tudok rá, mivel az égen, a nap az, amelyik összpontosítja nappal a kozmikus erőket a számunkra, amikor felébredünk, akkor az értelem az, amelyik az éjszakai alvás és álmodai állapot után, amikor felébredünk, akkor olyan, mintha hirtelen összpontosulnak a tudati erőink és tudatközpontban, ami megvilágítja a belső világunkat. Tehát az éber tudatállapotba kerülés, az öntudat fényének a kigyulladása, az a nap felkeltével, a nappal közvetlen párhuzam válítható. Értek ezt a párhuzam? Az hasonlat? Tehát az a nép, amelyik az értelem központú volt, mert az öntudat kigyulladásának az emlékét és a folyamatát őrizte magában, az napközpontú és felettő legyen. És ez a napközpontú, napkisztelő nép pedig közvetlen elvezet azokhoz a mágusokhoz, akiről például a 15-ötös enciklopédia, a Religion, barátudományi enciklopédia azt írja, hogy a naptiszteletet mindenhova a mágusok vitték el, minden földrészre. És ezek a mágusok, ezekről kimutatható, hogy ezek a mágusok magyarok voltak, és a magyaroknál maradt fent a naptisztelet is, hogy ez volt a magyar ősvallásnak az alapja. És hát azt hiszem, hogy vannak olyan pontok, amiket át kell ugorjak, mert de azért egy-két előtt adó gondolatot szeretnék elmondani. Életelőtt adó gondolatot. Nincs erősebb hadsereg az egész világon, mint egy eszme, amelynek erőt az ideje. Azt hiszem, hogy nincs erősebb eszme az egész világon, mint az az eszme, aminek most jött el az ideje, hogy emberré váljunk, hogy magyarrá váljunk, hogy lerázzuk azokat a korlátokat, amit a nyugati civilizáció, amit ránk eredtett rákokat, kilássunk ebből, meglássuk és megőrizzük azt, hogy a magyar gondolkodás, a magyar világkép szélesebb volt, nem csak az anyagra összpontosult, nem csak arra, hogy fizikailag mi van a dolgunk előtt, hanem arra is, hogy mi irányítja ezt az egészet, és ami irányítja az egész folyamatokat. Az láthatatlan, az egy szellemi erő, tér, és ez az, ami az egésznek a lényege, mert ez a szellemi erőtér jelentéssel és értelemmel bír, érzelmi és értelmi jelentőséggel, és ezt az érzést, ezt az értelmet úgy tudjuk fölfedezni, hogyha a mindenségről alkotott képünket fejlesztjük, hogyha összekapcsolódunk a természettel, a mindenséggel, a mai világban elkerülhetetlen, hogy ebben a természetellenes civilizációban a természet felé forduljon az emberiség, és tényleg így is van, hogy az emberiségnek egy nagy része, legalább a 30%-a a hagyományos vallások és a materializmus után megjelent egy harmadik világfelfogás, amely se nem materialista, se nem a hagyományos vallások alapján áll, mert úgy látja, hogy mind a kettő kudarcot vezet. Nem változta be egyik sem a hozzáfűző reményeket. Tehát létre kellett hozni egy harmadik megközelítését a világfelfogásoknak, és ez pedig a természetközpontú, életközpontú felfogás. A legnagyobb érték a világon az élet. Minden más attól függ, ha nem élünk, nincs igazán értéke az ágyaknak sem a számunkra. Az élet a legalapvetőbb és legfontosabb érték. Sokkal fontosabb, mint a tárgy. Igazából az igazi kincsek azok, amiket átélünk, és amik holnap és holnap utáni számítani fognak. Amiket
a lelkünkben hordozunk, és amik valahogy nem csak a lelkünkben vannak jelen, mert a természetes érzések olyan érzések, hogy azok, amikor mi átéljük, azok a valóságban is jelen vannak, úgy is jelen vannak, mint a világegyetem érzésvilágában azzal összhangban állnak, és hogyha a világegyetem érzés folyamával összhangban állnak, akkor a világegyetem megőrzi őket, tovább jönnek az érzések. Akkor is, hogyha mi már nem érezzük őket, beépül a világegyetem érzés testébe, hogy úgy mondjam, és az érzéseink így kigyulladhatnak úgy, hogy örökké való érvénnyel világítsanak a világegyetemben, és másoknak könnyedé tegyék azt, hogy milyen érzéseket átérhessenek. És éppen ezért nincs erősebb, hogy most az a beszél, aminek eljön az ideje, úgy gondolom azt, hogy törvényszerű, hogy magyarokká kell váljunk, törvényszerű, hogy emberekké kell váljunk, és ez nem lehet időben időkig alkotni, és az ugyanúgy ennek eljött az ideje. És hogyha nincs erősebb hadsereg az egész világban, mint egyetlen, aminek eljött az ideje, akkor ez az eszme győzni fog. Az eszmék irányítják a történelmet. Nem csak a háttér erőt megpróbálják elolvozni az emberiségtől, sikerrel. Mert az eszméket nem sikerült megvédeni. Pedig itt folyik a világháború, ugye ahogy a Szőkésztán Attila is mondta, lélekgyarmatosítás, harmadik világháború, a lelkünk és a szellemünk az értelmünk ellen folyik. Ezt az édesapám azt mondta, hogy azért bukott el minden szabadságharcunk, mert nem védtük meg a szellemi szabadságharcunk. Nem ismertük fel az ellenfelet, és azt, hogy mire irányulnak az ellenfél szándékai és tettei. Nekünk kell önállóan fölnőni odáig, hogy megértsük a világot, megértsük a magyarságot, megértsük a mai világot, és hogy rájöjjünk arra, hogy a magyar létünkre mit kell tenni. Soha se kételkedj abban, hogy egy kis csoport meggondolt és elkötelezett polgár megváltoztatja a világot. Tulajdonképpen ez az egyetlen mód, amivel a világ változik. Aztán akkor hal ki egy nemzet, ha feladatának teljesítéséhez nem hozza világra a megfelelő embereket. Nemzetek már erős és lelkük mélyéig igaz embereket. Nemzetek bátor embereket. Nemzetek erős hitű embereket, mert ők a nemzet szója és ők a nemzet hátának alapkövei, ami a későbbi nemzetéken hajlékául, védelméül és ösztendőjéül fog szolgálni. Az emberiséget nem csak hírháború fenyegeti, írja Szolzsenyszkin, hanem az az erősnek is, amely annyi formában győz, hogy méltóságát és jogaitól megfosztja, de elasszonyítja, szóval mondták, testileg és lelkileg is elvítja, s rabszolgálva alasszony üzemet. Nem azok szolgálják a lépjeit, akik jó hiszeműen rágítják magukat az erőszak fordítóinak jó indulatára, hanem azok, akik megbeszegetetlenül és fáradhatatlanul védelmezik, az üldözöttek, elnyomottak és halálra szántak jövőt. És hát az életét is, hogy fölemeljék az embert. Ahogy a hullámok a vízzel jönnek és a lángok a tűzzel, a világegyetem hullámai belünk jönnek, mondja egy részlét mindjárt felülnek. A lélek alapvetően természeti lélek lények vagyunk, tehát alapvetően a természetes érzésvilága az, ami nem csak a kamaszkor, hanem az egész életünk során az érzésvilágunk alapját adja. Ha nem akarunk, nem ismerünk föl, nem érzékeljük, hogy mit mondanak a természetes érzéseink, akkor meghasonlott lényekre változunk. Tehát akkor tudunk igazán tiszta, egységes és erős lelkiségű lényekre változni, hogyha összhangon kerülünk a természetre a világegyetemmel. Vágyhatunk csodálatosabb vágyakra, és nincs határ, mert hogyha vágyhatunk csodálatosabb vágyakra, és az megvalósul, akkor még csodálatosabb vágyakra vágyhatunk. És tudnunk kell azt, hogy nem a társadalom, nem a külső, felülőjövő változásokról kell várni a világ megváltoztatását, azt, hogy a világ jóra forduljon, hogy megváltsuk a világot, a világ megváltás felülőjön el. Nekünk magunknak kell átépíteni az érzésvilágunkat és a gondolatvilágunkat. A lelki személyiségünket, azt, hogy milyen kapcsolatot tartunk fent a természetes érzéseinkkel. Jó, hát sajnos nincs mindenre idő. Ne tagadd meg a fajt, amiből élettél, a lángoló vért, amiből születtél, a földet, mely éltes, eltakart, a magyarnak születtél, hát maradj magyar. Mert az, hogy magyarnak születtél, az a természet akarata, az Isten akarata, az élő világegyetem akarata, mert a te akaratod az, hogy hova menjél, mit tegyél, milyen vallás, milyen pártot választ, és így tovább, melyik országban élj, ma már ugye az is. De az, hogy magyarra születél, az nem a te választásod, hanem az Isten adta tény, természet adta tény. És ezt így kell megbeszélni a magyarságunkat,
hogy ebben a természet akarata fejeződik ki. És az, amikor a 8 millió életet megtervezte, az is benne volt, hogy igen, te ide fogsz születni. Mert itt van meg az az életutat, ami a természetet a legmagasabb rövidíti. És hogyha te nem ezt vállalod, akkor önmagadan meghasonlod. És hogyha önmagadan meghasonlod, gyenge leszel. Gyenge leszel, és rosszul fogod magad érezni. Na most egy pár szót akkor, hadd mondjak erről a könyvről, Magyar Történelmi Központi Titkairól. Létezik egy olyan történelmi csodafegyver, amit még nem lepettek le, ami a görög római birodalomban érhető először tettem államszinten, ahogy az Attila és a Hunok című könyvben, és ebben a Történelmi Központi Titkai című könyvben ismertett édesapám és velem lett. És ez a fajta a történelmi háttérelő, azok a titkos diplomáciai eszközök, amelyeknek a vágya volt a pápa, ugyanúgy, mint a német-római császár, ezek egy olyan szervezett manipuláció rendszer dolgoztak ki az emberiség ellen, ami ez az, amitől minden kultúra megrohad, mert kidolgoztak egy olyan hatásrendet, ami mivel nem ismeri egyik kultúra sem, szinte akadálytalanul és a bajban rontja meg az összes civilizációt, az összes kultúrát. És ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen itt egy szervezett emberiség elleni támadásról van szó, és mivel szervezett, vagyis csoportosan elkövetett támadásról van szó, ráadásul az ember, mint érték ellen, ez azt jelenti, hogy hatványozottan súlyos megítélés alá esik, mert a csoportosan elkövetett garázdasága súlyosabb bűn, mint az egyén által elkövetett, és nem csoda, hogyha egy olyan ember, aki beleszületik egy olyan világban, amelyik már évezetek óta, amelyet évezetek óta legyőzött ez a szellemi hatalom, mert a történelmi titkos fegyver, a léleggyalmazosítás, nem csoda, hogy egy 2 éves gyerekre nincs fölkészülve, és nem tudja megvédeni magát. Ezért minden olyan fölnye abban a korban, hogy meg tudná védeni magát, addigra már 16, 18, 20, 25, 30, 40 év alatt beleívódtak azok a szempontok, azok az érzelmi kötődések, amik a saját gyarmatosítását idézik elő, és így aztán a legtöbb ember olyan önsorsrontó életet él, érzelmi elkötelezettségei és gondolati beállítottságai miatt, amik a saját életétől távolítják az emberek. És itt saját magunk vagyunk azok, akik a saját sorsunkat romboljuk, ahelyett, hogy az az életet élnénk, amire születünk. Ha akár akkor is, hogyha az a király. Úgyhogy ez tulajdonképpen a Szent Korona eszméje is ezt az ősi népfelségok eszméjét hordozza, ami tulajdonképpen szerves része annak a gondolatsornak, hogy az első emberiség, az Isten népe, az Isten nemzete, a kozmikus erő természetes úton hozták létre, nem mesterséges hatalmi ráhatások létre, és itt az Isten a kozmosz akaratát hordozza, tehát a négy szava, Isten szava. Hát erről sokat kellene beszélni, és a krónikák megírják, hogy valóban így van, a magyar népszava Isten szava. Még abban a korban is, ami Géza után, a 12. 13. században is a krónikák megírják azt, még azoknak a királyoknak az udvarában dolgozó krónikaírók is, amelyek már egy Géza után uralkodtak, vagyis amelyek félig-meddig már bábok a nemzetközi háttérhatalom kezében, még azok a krónikaírók is azt írják, hogy a magyar népszava Isten szava. Fönnmaradt ez a hagyomány, és sok-sok nyom megőrződött ebből, és ez azt jelenti, hogy nem csak az, hogy a magyar nép felség jog volt, vetkőztették és orrozták el, és ehelyett kialakítottak egy nyugati típusú berendezkedést, amiben van egy teljhatalmú, úgymond teljhatalmú uralkodó, aki persze gyakorlatban háttérből irányítanak az idegen erőt, és vannak az alattvalók, akik pedig nem szabadok, hanem azok be vannak fogva ezer módon, és egyre jobban tökéletesített módon ebből az idegen hatalmi alávetettségi rendszerben. És ez addig, ameddig Taksonyfia Géza koráig a magyarok Attila kudolózásaival voltak akarva, a képviselők visszaívhatóak voltak, érvényben volt az ősi magyar alkotmány, az ősi nemzeti intézményrendszerek, és mindez szinte egyik napon a másikra, 1973-ban a Kelvinburgi titkos szerződés alapján ezt mindezt megváltoztatták,
Gézának német felesége volt, a német feleségének a szava jutott érvényre, és az kerekedett körül Géza véleményével és királyi akaratával szemben, és előzölötték a Magyarországot az idegenek, minden keresztény pap különleges kiváltságokat élvezett, a magyarok pedig nem, csak akkor, hogyha kereszténység, hogyha fölvették az új vallást, a kereszténységet, és így az egyik napra a másikra megváltozott, az egyik évre a másikra megváltozott Magyarország társadalmi berendezkedése, és a magyarok sorsa fölött átvette az irányítást egy idegen erő. Gondoljuk meg, hogy például az az apróságnak látható dolog, hogy a magyar Attila nemzeti jelképei helyett már nem volt szabad Attila nemzeti jelképeiről felvonulni, illetve hatba menni. Hogy tudjuk ezt megérteni? Úgy tudjuk megérteni, hogy amikor 1940 előtt a magyar honvédségnek volt egy nemzeti egyenruhája, utána belül bejött ide a szovjet hadsereg, akkor nem volt jó már a magyar nemzeti egyenruha, hanem a szovjet mintára kellett készíteni egy magyar egyenruhát, ami valójában nem magyar, hanem egy idegen erő által kitervelt és létrehozott egyenruha volt. Ugye a szovjet egyenruha mintájára. És ugyanilyen fordulat lépett föl Géza ideje alatt, addig Attila tudózásaival vonultam, utána már ez tilos volt. Addig ő szeretett hívni a nemzetgyűléseket, utána ez tilos volt. Addig visszaadhatók voltak a képviselők, a tisztségviselők, utána már nem voltak. Minden a népességet elintézték, mesterséges hatalmi eszközökkel, és ugyanakkor ugye jól kitervezett lelki ráhatással, és így aztán az édesapám azt írja, hogy a magyar történelem képben olyan fordulat állt be, ami alapvetően két részre tagolja, egy magyar történelemre, valóban magyar irányítású történelemre, és egy idegen történelemre, idegen irányítású magyar történelemre. És erről a hatalmas fordulatról nem tudtunk. Sok minden tény sorol fel ebben a hatalmas könyvben, ami több mint 1 millió betű szerepel, és végül is a záró gondolatként hadd térjek ki arra, hogy mi lehet a kiút. Látjuk azt, hogy a több mint 1000 éve a magyarságot rátették egy idegen hatalmi berendezkedés lejtőjére, és azóta ezen a lejtőn zuhan a magyarság. A világhatalom volt egyre háttér és háttér, és mit tehetünk? Na most a helyzet az, hogy a lehetőségeink, hogyha meggondoljuk, megpróbáljuk tárgyilagosan, mint egy kívülről nézni, mint hogyha mondjuk a halálos ágyunkról visszatekintve meggondolnánk, hogy hogyan élhetünk volna jobban az életünket, mit tehetünk volna jobban, akkor fölmerülhet egy-két fontos szempont. Például az, hogy naponta 4-5 óra hosszát nézünk televíziót. Egy átlagos magyar 4-5 óra hosszát nézünk televíziót. Ez a televíziót kereskedelmi cégek hozzák létre, nyíltan ki is van maga a kereskedelmi televíziót uralják a mezőn, és a úgynevezett közszolgáltató televízió ugyan egy követ fúj velük, mert lényegében ugyanaz megy, csak egy kicsit másképp. Tehát üzleti célú televíziókról van szó. Azok az üzleti célok nem a magyarság üzleti céljait szolgálják, hanem valami idegen személyeknek, akikről azt sem tudjuk, hogy kicsodák. És ezeknek a számunkra ismeretlen és vadidegen embereknek, néhány embernek ráadásul, az üzleti céljainak alárendeljük magunkat, amikor leülünk a televízió elé, és naponta 4-5 óra után keresztül életvitelszerűen romboljuk a természetes érzésvilágunkat és gondolatvilágunkat. Úgy közben ráadásul, hogy folyamok is, mert tudjuk miért jó, hogy milyen csapnivalóak a műsorok. Mégis, mivel egy szokás fejlődik ki, és a szokás, mint az alkoholizmus és a dohányzás is, gépiesen legyőzi az emberben mozogkáló berkenkedést nap mint nap, és így megerősödik és megcsontosodik, ráterezik az életünkre és megfojtja bennünk a kezdeményező erőt, mert naponta 4-5 óra hosszát foglalkoznánk a magyarság sorsának a felfedezésével, ahhoz, hogy azzal, hogy hozzá tudjunk járulni a magyarság történelmének az ismeretéhez például, vagy ahhoz, hogy hogyan tudjuk a magyarságot segíteni,
értelmes olyan célokat kitűzni, amik segítik azt a közösséget, ami a lételemünk, és ami nélkül egyének vagyunk, vagyis szánalmas porszemcsét, mert az igazán emberi távlatokat a közösség teszi lehetővé, hiszen a műveltség, a nyelv, ami szintén közösségalkotás nélkül, mi lenne az egyén? Ez a közfeszkedő egyén, amelyik most az individualizmusban állítólag a világ tetején. A nyelvre se tudná föltalálni egy ember, és főleg nem azt a nyelvet, azt a természetes nyelvet, amit az emberi válasz során a kozmikus erők, kozmikus értelmi és értelmi erők hoztak létre. Meg kell becsülni ezt a hatalmas belső kozmikus és isteni erőt, és rá kell jönni arra, hogy nekünk mi a feladatunk ezen a Földön. Mert bennünket is ezek az erők választották ki a 8 millió életképes utódból, tehát nekünk egy hatalmas, nagy csodálatos lehetőségeket és értelemmel és célral bíró életet rendel el a sors, és ezt az életekkel beteljesítjük ahhoz, hogy magunkra találjunk és jól érezzük magunkat. Úgy érezzük, na, a halálos ágyunkra összetekintve, na igen, ezt az életet keresztül. Valami ilyesmit gondolhatott az Isten, vagy a természet anya, amikor létrehozott és megfogantam. Tehát, hogy helyt álltam. Márpedig az embernek helyt kell állnia elsősorban az életében, és elsősorban az Isten és ember előtt, tehát azt az életet kell megvalósítani, megközelíteni, amit az nem a földi hatalmasságok írnak elő, nem a televízió és a rádióból adódó hatásrendszer, nem a fogyasztói társadalom szempontrendszerei, hanem ami ezt az élet akaratot fedezik, és ezt az élet célt és életterve fedezik föl a sorsunkban. Ezen kellene a pont a 4 óra után tevékenykedni, ezzel foglalkozni. De még hogyha csak naponta 1 órát foglalkoznánk vele, a sok kicsi sokra megy, lassanként rájönnék arra, hogy ez az igazi élet. Tehát óriási lehetőségek van. Íg a házunk, a magyarság, magyarságot millió oldalról pusztítják belső és külső tényezők, és miközben íg a házunk, és belülről és kívülről is gyújtják az otthonunkat, közben leülünk a tévé elé, és naponta 4 óra. Milyen állapot? Olyan, mint hogyha valaki a csatatéren, miközben az édesanyja és az édesapja ott harcol, ő leül és 4 óra után felejtődik. Az elhozod a műsor. Hogy lehet? Szóval az életünkről van szó. És hát azon túl, hogy ez egy szellemi feladatot is jelent, egy értelmes feladatot, amit meg kell találnunk. Sok-sok ilyen feladatot találhatunk, elemi követelmény ahhoz, hogy magyarként tudjuk magunkat érezni, vagyis közösségi lényekként elemi szükségszerűség nem lehet anélkül, hogy ne találnánk meg, hogy hogyan tudunk ehhez hozzájárulni. Ez az első számú parancs az életünkben. Az összes többi ezután jön. És van még egy másik, amit megemlítenék, az, hogy a gondolatok, a döntések nem csak attól függenek, hogy az ember belátja, hogy ez a helyes, mert például pont a szokások esetében előfordul, hogy az alkoholista belátja, hogy nem igazán egészséges, és nem sokára föl fogja dobni a talpát, de azért tovább viszik, mert a GPS szokás egyébként. Hogyan lehet ezt az ilyen helyzetből kikerülni? Úgy, hogyha az érzéseket, azok az érzések óriási törvése, óriási erő, energiaközpontok. Az érzelmi elkötelezettségünk hatalmas nagy energiaközpontokat jelent, olyan energiakészletet, energiakincseket, amelyek egy-egy adott cél, egy-egy adott elkötelezettség mellett mozgósító erőt jelentnek. Hogyha az érzéseinket nem alakítjuk át, hanem hagyjuk, hogy rombolja a fogyasztói társadalom, amikor beülünk a kocsiba, becsukodik az ajtó, és már is jön át a kereskedelmi rádióból, jön a sejtjeinknek az a fajta, hogy mondjam, silány, vagy szemét zene, vagy hát a zene kifejezésre nem is lehet alkalmazni, amit saját magunk idézünk elő, ugye azzal, hogy így van az egész kitalálva, és mi ezt üzemeltetjük. Mint amikor saját magunk kapcsoljuk be a csatatér közepén azt a televíziót, naponta 4 óra szem nézve, amit az ellenfél üzemeltet. Annak rendeljük alá magunk. Ugye ugyanígy az érzelmi szintéren az érzésirányokat is meg kell beszélni. Nem lehet, az emberek elveszítik az ízlésüket. Nem tudják megkülönböztetni, hogy mi az a zene, ami jó, vagy ami nem. Ami szórakoztat, az mind jó. Akkor
így közben a magyarságnak a ízlése zuhamosan zuhan lefelé. Az, hogy 10 évvel ezelőtt mi volt és 20 évvel ezelőtt mi volt, az már szinte, hogy mondjam, elérhetetlen magasságban van, mert dolgozik az egyik fél, amelyik lealacsonyít bennünket, és mi még még nem győzöttünk a legjobb. Ja, hogy ott meg kellene védeni magunkat. Már pedig meg kellene. Az érzésvilágunkat, az érzéseinket meg kéne erősíteni, hogy merjünk igazán élni, teljes Isten és ember előtti érzéseket érezni, és nem pedig olyan nyavajás, rosszasztó, kényelmes érzéseket, amiket a modern világ próbál ránk erőltetni. És ezt hogyan lehet a legjobban megtenni? Úgy, hogy ezt Kodály Zoltán észrevette, és ő ismerte föl, hogy ahhoz, hogy igazán magyarra tudjunk változni, elengedhetetlen, hogy a magyar vételét életvitelszerűen hallgassuk. Naponta legalább egy orvosat kell, az életvitelszerűen, tehát szintén a szokások, a beidegződések végén legyen jó szokásunk is, ne csak rossz. És a népzene hallgatás, a magyar népzene hallgatás végén az őseink érzésvilágával kerülünk kapcsolatba. Ha ezt életvitelszerűen tesszük, akkor az őseink érzésvilága egyre jobban beköltözik a mindennapjainkba, és egyre jobban magyarként tudunk érezni. És ha magyarként érzünk, úgy, nem úgy, ahogy a fogyasztói társadalomban a lefolytottság engedi, hanem úgy, ahogy valójában az őseink éreztek, hogy teljesen, akkor az egész világot más szemmel fogjuk nézni. És ez a Kodály módszernek a lényege, hogy naponta egy óra hozzá foglalkozom a népzenével, népzene oktatást tenni minden nap. Nem valósult meg Magyarországon, de vannak országok, ahol megvalósult, viszont mi magunk megteremtjük, mert azt nem várhatjuk majd az idegen irányítástól, hogy majd ők majd kitalálják ezt, és addig mi nem teszünk semmit, ameddig el nem döntik azt, hogy a Kodály módszert végig csak bevezetik. Mi magunk is bevezethetjük itt Magyarországon, vagy magyarok, minden magyarok a területen, a családunkban. Megkerestük, senki nem akadályozhatja meg, hogy naponta életvitelszerűen magyar népzenét hallgassunk, elsősorban magyar népzenét és a legéletelősebb, legősibb rétegét. Az a legtisztább réteg, mert az a legjobban mentes a manipulációtól. Ahogy a modern kor felé haladunk, egyre nagyobb és nagyobb a manipuláció. És ezzel a két gondolattal és két javaslattal talán be is fejezném, nem még egy javaslatot tennék röviden, hogy a magyar történelemnek az alap tényeinek a tényeit nem szabad átengedni a telepet a hivatalos történetírásnak. Ott is vannak változások, de a magyar köztudatot meg kell változtatni. Egyik fontos eszköz az, hogy például a Wikipédián a magyar történelemről szóló szócikkekben, ha észreveszünk valamit, hogy ezt alá lehet támasztani, akár ezekből a könyvekből vett tényekkel, vagy máshonnan, ami jól megalapozott bizonyítékokkal rendelkezik, be lehet írni a Wikipédiának, vagy lehet szerkeszteni, a Wikipédia van kitalálva, hogy vegyen részt mindenki részt vehessen a szerkesztésében. Bárki megteheti azt, hogy kérem, itt bizonyíték van arra, hogy a magyarság az például a szkíták és a magyarok azok egyek, vagy rokonok, és nem pedig a finnugor népeként kell elképzelésenket. Bizonyítja, ez meg ez a tény. Be lehet írni azt, és be lehet szerkeszteni a Wikipédia cikkbe, és hogyha oda beszkes, ennek oda lenne jelentősége, hogy ezeket megtegyük. Én ismerem félig meddig ezeket a szócikkeket, vagy ezek körül sokat, és elképesztő, hogy mennyire a hivatalos történetírás uralja ezt a telepet, ami pedig nem a hivatalos történetírásnak a sajátja, hanem ez tényleg minden embernek egyformán van rá lehetőségük elalapozzon, csak egy követelmény van, megalapozott legyen, és megmondja azt, hogy mire alapozzam. Tehát bármelyik őtök megteheti, bármikor, hogy részt vesz a magyar történelemről kialakított hír formálásában, az, hogy a világában mi található, annak egyre nagyobb szerepe van a tájékozó. Van a fiatalok, egyre nagyobb része tájékozódik a világhálóról. Nagy jelentősége van annak, hogy ott mit olvasnak a magyarok végtörténetről. És ebbe bele tudunk avatkozni. Sokkal könnyebben, mint bármilyen más, mint azt, hogy könyveket adjunk ki, vagy más módon próbáljuk a hivatalos történetírást felülvilágra kényszeríteni. Ez egy nagyon hatékony és elérhető módszer, úgyhogy ez egy harmadik javaslat. De sok ilyen javaslatot ki lehet találni, és érdemes lenne. Úgyhogy most ezzel lezárnám az előadásomat, és csak annyit említenék meg, mint ami ide kapcsolódik,
hogy a magyar népnének a legősibb és legéletelősebb részének a felelevenítése nekem személyesen is egy az életemnek egyik legfontosabb része és legfontosabb feladata, és ennek tudható be az, hogy létrejött a vágtázó halott kémek a VHK mellett a vágtázó csodaszarvas zenekarom is, ahol ősi népi hangszereken játszunk, olyan zenét, amiről azt írták a Magyar Nemzet újságíró azt írta, hogy nincs annál hatékonyabb muzsika, mint ami az egész világot képes meggyőzni a magyar kultúra életedejéről és nagyszerűségéről, mint a vágtázó csodaszarvas zenéje. És mert mi valóban a magyar népzenének a legősibb rétegével foglalkozunk. Egy másik lemezünkről azt írták, hogy ez Kodály és Bartók munkájának a méltófordítása. És az első két lemezünk aranylemez lett, a harmadik lemezünk jelent meg. És ez valóban egy olyan hihetetlenül életelős és energikus zene, ami erőt ad. Nem csak gondolatok képesek erőt adni, van olyan zene, ami erőt ad. Ez úgy gondolom, és sokan így gondoljuk, hogy ez egy rendkívül mértékben erőt adó zene, és erre szükségünk lehet minden az életben. Köszönöm szépen a figyelmet!